Charlie, majom a családban. Írta Helmut Fönnbacher és Pascal Verdoszky. Mihaela Ráckevei Anna. Filip Jakab Csaba. Szandra Mánya Zsófi. Olli Glósz Viktor. Zenéjét szerezte André Bauer. Fényképezte Jürgen Lenz. Rendezte Helmut Fönnbacher. Isten éltesse. Charlie-ra célolsz! Kérem, ne lőjön! A magáé? Igen, igen, nagyon barátságos. Nyugalom, Charlie. Én nem annak látom. Ha veszélyben érzi magát, persze, hogy agresszívá válik. Tegye el a fegyverét! Hogy történhetett ez? Valaki be akart törni hozzánk, a majom pedig megszökött a ketrecből, és követte azt az alakot. Jobban kellett volna vigyázni rá. Közveszélyessé is válhat. Most meg hová tűnt? Charlie! Intézkedjen, hogy a majom felügyelet alá kerüljön. Állatorvos vagyok, gondoskodom róla. Na, mi van a sültemmel? Nem tudok varázsolni. Mert mindig bedelsz. Na húzz el innen, nem érek rá. Sült békacom, vörös boros mártással és egy ananász meglepetés, de gyorsan. Jó, jó, csak szépen sorjában, hólyag. Ilyen nincs. Én megőrültem. Azonnal tedd le az ananászt. Hé, kisé, mohó vagy. Mondd, megőrültél? Az nem a tiéd. Mi van az ananász meglepetéssel? Az a majomé. Na, elég volt, ezt már kikérem magamnak. Hé, várj, várj, hé! Filip, oda menj be. Ne, hagyjad, kérlek, kérlek a lisztet, ne. Charlie, hagyjad! Elnézést. Charlie, nyugodtan. Magukhoz tartozik? Nem akar rosszat. Charlie. Ne izgassa fel magát. Ne izgassa fel magát. Charlie, gyere le onnan. Ne nyújj hozzá, Charlie. Oh. Maguk is látták. Nagyon sajnáljuk, ugye? Igen, nagyon. Károkat természetesen kifizet. És én segítek kitakarítani. Te csibész, nesze, ezt neked ajándékozom. Ez az ananász meglepetés. Ügyes, bravo! Laura nővér, egy fiatalember várja az irodámban, beszélni szeretne magával. Elnézést! Semmi baj, átveszem a lányokat. Na, hogy áll? 3-2. Akkor folytassuk. Tessék! Antonia! Ide! Ide! Nick, mit keresel itt? Tudod, hogy éjszakás vagyok a héten. Bocs, de sürgősen kéne a kocsit. Már rég őrségben kéne lenned, vagy megint csavarogtál? Egész nap a vizsgáimra készültem. Kösz, különben még jobban elkésem. És mikor jössz vissza? Mikor kapom meg a kocsit? Meiser azt akarja, hogy maradjak holnap utánig a telepen. Szia! Holnap utánig? A mama azt mondta, hogy Charlie az egész konyhát felforgatta. Gyakran csinál ilyesmi? Nem, igazából nem. Egyszerűen csak félt, de a papa valahogy lenyugtatta. Szegény apád, most fizethet mindent. Elég nehéz lehet egy ilyen majommal együtt élni, igaz? Nem, igazából nem. Szerintem nagyon jó. Na jól van, sziasztok, csogalom, jót legyetek. Csogalom, csogalom. Itt vagyok, elnézést. Semmi gond. A barátja volt? Igen, orvosira jár és mellette dolgozik, de azt hiszem ez túl sok neki. Éjjel a roncstelepen, nappal az egyetemen.
Na végre, megjöttél? Elnézést. Elnézést, elnézést. Ez volt az utolsó alkalom, hogy elkéstél. Van elég ember, aki felfogadhatok őrnek. Ha a kutya nem lenne, már rég kirúgtalak volna. Többé nem fordul elő. Többé nem fordul elő, mindig ezt mondod. És ha még egyszer elmersz aludni, elbúcsúzhatsz a teleptől. Egyszerűen nem megy ki a fejemből, amit mondtál. Mi? Hogy büntetésből nem tudsz többé járni. Igen, mert nem azt csináltam, amit a mama mondott. Elmentem titokban az edzésre. Akkor én is büntetésből lennék béna, de nem azért vagyok. Nyugi! Mit kerestek itt? Hé, mit akartok? Fogd be a pofát! Mégis mit képzeltek? Hé, mit csináltok? Miféle alakok ezek? Nem tudom, körül akartak szimatolni. Jó neked ez a munkahely? Nem kéne inkább valami mást keresni? Hé, ez az enyém? Igen, hoztam egy kis kaját. Isteni, köszönöm. És meg itt tudok tanulni és dolgozni is, alig kell valamit. Tartsátok meg az egyensúlyt. Jól van? Úgy, Sandra, kezeket a vállra. Most le. És most óvatosan keresztbe. Jó, és az egyensúlyt megtartva megint le. Remek. Nagyon jó. Kitűnő. Na lányok, itt vannak a botok. Tessék. Nagyszerűen csinálja, asszonyok. Meg is állhatna hozzánk. Hát igen, azt hiszem van még mit tanulnom. Kérem volna egy perce, szeretnék beszélni magával. Hogyne, persze. Folytassák csak. Természetesen. Ciao, kicsi. Szia. Majd jövök. És most felváltva. Szépen. Úgy. Köszönöm. Parancsoljon. Boldog vagyok, hogy Sandra pár napra hazajöhet. Igen, nagyon sokat fejlődött. De ettől a kísérlettől még többet remélek. Kérem, foglaljon helyet. Köszönöm. Milyen kísérlettől? Hát igen. Soha sem tudhatjuk pontosan, hogy egy ilyen látogatásnak mi az eredménye. Túl sok a nyitott kérdés. Hogyan bírja elviselni a gyerek a hátrányos helyzetét, ha nem védi őt a klinika? Hogyan reagálnak a szülők, ha rájönnek, hogy hirtelen ők maguk a felelősek mindenért? Rám akar ijeszteni? Nem. Csak fel akarom hívni a figyelmét, hogy mi vár magára. Doktor úr, nem tud olyan dolgot mondani, amit ne vállalnánk. Sandráért mindenre képesek vagyunk. Ez a helyes hozzáállás. Egy hátrányos helyzetű gyereknek nagyon nehéz a mi egészséges világunkban helyet találnia. Te, Filip, felkínáltak nekünk két ritka madarat. Kékszárnú verép papagájt horribilis összegért. De hiszen ez a fajta már majdnem kipusztult. Jó fej vagy. Az egész világon már csak 80 darab. Ezt mondom. Rejtély, hogy honnan szerezték ezeket a madarakat. Talán van valahol egy tenyészet. Ugyan dehogy. Sem gyűrűjük, sem papírjuk, sem semmiük. Aha. El tudod érni az eladókat? Hogyan beszélhetnék velük? Mi sehogy. Ők. Ők veszik fel a kapcsolatot velünk. Utolsó csirke fogunk. Nagyon kell vigyázni, hogy ne rángassanak bele valamibe. De a kísértés nagy. Ezt be kell vallanom. Igen, ezt használják ki ezek a gazemberek. Felhívom Pausen felügyelőt, ha te is beleegyezel. Jó, csak arra kell vigyáznunk, hogy a madaraknak ne essen bajuk. Ha tényleg ilyen ritka példányok, meg kell mentenünk őket. Persze. Kedves tőled, hogy meglátogattad Sandrát. Nagyon örült neked. Hát igen, szívszorító, ahogy ez a gyerek a sorsát viseli. Remélem, hogy a születésnapjára hazajöhet. A doktor már utalt erre. Igen, tudom. Beszéltem vele tegnap. Csak ő lehetett. Ő akart elrabolni a majmot. Köszönöm. Kérem. Biztos vissza fog jönni. Szerintem tele lehet a gatyája. A rengeteg pénz, amit felkínálnak egy egészséges majomért kísérleti célokra.
Ezért lendült fel a szervezett állatlopás ennyire. Apropó pénz, az állatkertnek felkínáltak két papagájt, ritka fajta, az Antillákról. Kihalófélben van. Utána kéne járnunk. Még nyomozó lesz magából az állatbűnözés területén. Magából pedig állatszerető. Megengeded? Tessék. Remek motívum. Kösz. Hogy állsz a szöveggel? Még el se kezdtem. De engem naponta háromszor zargatsz. Hm? Még egy motívumot, még egy motívumot, és még egyet. Hé. Na, de a fotók megvannak. Bár még szükségem lenne néhány emberre, állatokkal. Igen, ember, állat és építészet. Ez valami. Ez már elég kifejező. Mi az, hogy elég kifejező? Nem tetszenek a képeim? Miért vagy ilyen ingerült? Sandra hazajöhet pár napra. És? De hiszen ez jó hír. Igen, az. De bármilyen furcsán hangzik, én meglehetősen félek ettől. Sandra újra otthon, tolókocsiban. Nem tudom, hogy mi vár ránk. Mihaela, ha segítségre van szükséged rá, mindig számíthatsz. Tudod jól. Köszönöm, Tina, de ezzel egyedül kell megbirkóznom. Jaj, te buta vagy. Buono, ízlik. Ha Rodolfo főz, örül a szív. Igen, igen. És most a desszert. Jól van, igen. Hámozni. Mit csináltál? Ó, és a tálat is hozzá. Mire tanítottalak, Charlie? Jó. Nagyon jó. Büszke vagyok rád. Mamma mia, azt mondtam, büszke vagyok rád. Javíthatatlan vagy. És hús, a majom csapattal együtt eltűnt az ágak között. És most aludjatok. Jó éjszakát, kislányok. Jó éjszakát. Jó éjszakát, Laura nővér. Jó estét, Stadler doktor. Laura nővér. A hölgyek még nem is alszanak. Mi ezen a kuncogivaló van? Semmi. Szerencsétek. Sandra, most már biztos. Néhány napra hazamehetsz a szüleidhez. De jó. Tehát megünnepelheted a szülinapodat is. De azért még visszajön. Hát hogy ne? Hartwig, Franciska nem jöhetne velem, hiszen tudod, ő többé nem mehet haza. Az első otthoni hétvégéden? Jó lenne. És gondolod, hogy a szüleid megengedik? Egész biztosan. Szeretnél kimenni, Franciska? Na, ne. Jó. Beszélek a szüleiddel. Hurrá! Köszönöm. De aztán, Sandra, szeretném, ha legalább egy napig egyedül lennél otthon. Tudod, ismét össze kell barátkoznod a régi környezeteddel. Na, fiúk, ti is várjátok Sandrát. Hát persze. Tudod, nem lesz azért könnyű. De Sandra nem változott semmit. Én ugyanúgy szeretem a testvéremet, tolószékkel vagy anélkül. A segítségünkre van szüksége. Akkor segítünk neki.
Ez természetes. Remek kölyök vagy, Oliver. De lenne még valami. Előfordulhat, hogy Charlie-t nem tarthatjuk meg, ha Sandra megint itthon lesz. Na de miért? Charlie Sandra barátja. Nálunk kell maradnia. De lehet, hogy nem fogjuk bírni. Bár örülök, hogy Sandra hazajön, de őszintén szólva nagyon félek ettől a hétvégétől. Magam is. De Oliver bátorságot öntött belém. Igen. Megszégyenítő, hogy a gyerekek mennyivel jobban megbirkóznak a nehézségekkel. Talán majd nekünk is sikerül. Ilyen korán? Hello, Olli. Szia. Mi történt? Szerintem apa és anya meg akar szabadulni Charlie-tól. Tudják már, hogy ki a tulaj? Nem, hát ez az. Nyugodtan nálunk maradhatna. De szerintem azt gondolják, hogy ha hazajössz, zavarni fog. Minden esetre beszélj Stadler Dokival. Mennem szia. Kell. Szia. Ciao. Feltételezésünk szerint ebben a boltban kötik az üzleteket. Körülnézhetek. Normális vagy? Én sem örülnék. Lehet, hogy ugyanazok, akik Charlie-t akarják. Most még nem gyanítják, hogy figyeljük őket. Rendben van. Hé! Ez az a pasas, akit Charlie üldözőbe vett. Sejtettem. Majd később csapunk le rá. Bemegyek, és feltűnés nélkül kérdezősködni kezdek. Szó sem lehet róla, túlságosan veszélyes lenne. Ugyan már. Igen, ez igaz. De másrészt, nekünk nagy segítség volna. Ez igaz. Egyikünk sem rendelkezik zoológiai ismeretekkel. És hivatalosan még nem akarok lépni, mert megint csak a kis halat kapnánk el. Kérem, azonnal adja nekem Laura nővért. Képzeld, megmérgezték Aikát. Mi? Benny, ki tehetett ilyesmit? Azt én sem tudom. Komoly a baj? Igen, már alig tud mozogni. Figyelj ide, menj azonnal Martin doktorhoz. Jó, rendben. Már is felhívom, és oda megyek én is. Szia. Hey.
tökéletesen jó állapotban van. Teljesen egészséges. Kivizsgálta egy állatorvos, minden van, igazolás, papírok, és a szárnya alatt egy mikrocsip. Tudod, drágám, szép ez a papagáj, de én valami mást szeretnék, ami nincs mindenkinek. Ehhez hasonló van már Petrának is. Pedig nekem tetszik. Van másmilyen is. Ez a legszebb példányunk, és a legdrágább is. Az olcsóbbak ott vannak elől, tessék. Nem a pénz számít. Nem igaz? Ne szomorkodj, szívem, majd csak találunk megfelelőt. Hé! Hey. Sandra, mi van veled? Mi a baj? Na, mi a baj? Nyomja valami a szívedet, Sandra? El van keseredve. A szülei túl akarnak adni Charlene. Attól tartanak, hogy nem fogják bírni Sandra mellett. Na, Sandra? Jó, beszélek velük. Amúgy is beszélnem kell még velük Franciska miatt. De kérlek, most folytasd az edzést. De csak ha segítesz. Persze, hogy segítek. Így. Óvatosan. És jobb. Jó. És bal. És jobb. Talán lenne valami maguknak. Abszolút ritkaság. Egyedülálló lehetőség. Eredetileg az állatkertnek szántam, de nagyon mélyen kell a tárcájukba nyúlniuk. Na, akkor mondja. Be tudnék szerezni egy kékszárnyú verépapagájt. Komolyan mondja. Volna ebből egy párocska is? Párocska? Ez a világ legritkább madara. Petrának garantáltan nincs ilyen. Valóban szép madár, de a 120 ezer kisé borsosár. Nagyon szerették volna a telefonszámunkat. De nem mondtuk meg. Jó, és miben maradtak? Mi fogjuk keresni őket. Most maguk a kulcsfigurái. Magukra vagyunk utal. Ne féljen, tudom, hogy mi bevágtuk meg. Próbálja meg az átadást szombatra megszervezni. Jó, megpróbál. Azt hiszem, egész jól érzi magát. Így, most szépen megtörülközünk. Na jól, nagy móka volt, ugye? Doktor, Stadler doktor van itt. Jó napot. Jó napot. Elnézést. Na gyerünk, Charlie, köszönj szépen. Jó napot. Köszönj szépen. Rajta. Szervusz. Jól van, Charlie. Jól van. Valami baj van Sandrával?
Nem, nem, nyugodjon meg, nagyszerűen érzi magát. Gondolom ez egy olyan családlátogatás. Igen. Rodolfo. Szi? Kérem, gondoskodjon Charlie-ról. Szívesen. Most majd ő vigyáz. Jól van, jól van. Nos, a ház persze nem épp tolókocsihoz való, még át kell alakítanunk. Erre a pár napra így is megteszi. Itt a lépcsőhöz építünk majd egy liftet. Nagyon jó. Valójában azért jöttem, mert szerettem volna Charlie dolgát megbeszélni. Ettől tartottam. De egy csimpánzt nem lehet akárhova elhelyezni. Megfelelő körülményekre van szüksége. Emberekre, akik értenek hozzá. Akik elfogadják Charlie-t. Ezek szerint nem is akar Charlie-n túladni? Nem, most még lehetetlen. Valószínűleg attól tart, hogy Charlie, ha Sandra megint itthon lesz, túl sok nyugtalanságot okoz. Sandrának nyugtalanság kell. Nála kerülni kell a túlzott gondoskodást, azaz önállóság számlájára megy. És én tudom, milyen fontos szerepe van Charlie-nak Sandra gyógyulásában. Most attól tart, hogy miatta meg akarnak szabadulni a majomtól. És nagyon megkönnyebbültem, hogy nem így van. Gyakorlatilag tehát Charlie-nak maradnia kell. Feltétlenül muszáj. Nagy kő esett le a szívemről. Volna még egy kis kérésem. Sandra szeretné, ha Franciska is eljöhetne a születésnapi ünnepségére. És ez lehetséges? Felőlünk igen. És Franciskának pedig rendkívül fontos lenne. Arra az időre kicsit pótolnák a családját. Ez csak természetes, Stadler doktor. Szívesen látjuk Franciskát. Úgy, és most befejezem a tortát az unokámnak. Egyszer 10 éves az ember. Főnök! Igen? A lánya a vonalban, lent a kávéházban. Jó, már is megyek. Feliratozzam? Nem, majd én, te fejezd be a díszítést, és ott a maradék megy, azt tedd rá, és csinálj rendet, mindjárt jövök. Á, üdvözlöm. Jó napot, Bergner úr. Valami finomságot? Kérem, állítson össze valami vegyes tálat. Kérem. Hello, Mihaela. Szia, apa. Kedves, hogy hívtál, mi újság? Csak hallani akartam, hogy vagytok. Á, tudod, ahogy mindig teljes bevetéssel, ma estére 45 tortával kell elkészülnem. Na, akkor nem tartalak fel. Mondd csak, tudjátok már, mikor jöttök? Vagy meggondoltátok magatokat? Ugye mit képzelsz rólunk? Persze, hogy elmegyünk Sandra születésnapjára. Anyátok már gondoskodott a repülőjegyről. Most fodrásznál ül, hogy szép legyen. Jöjjön gyorsan, megmérgezték. Tud még rajta segíteni? Remélem, előbb meg kell vizsgálnom. Charlotte! A pulzusa? Nagyon gyenge, de gyors. Nem tudok már segíteni. Jöjjön. Miféle emberek ezek? Téged megmérgeztek, engem pedig kirúgnak. Jöjjön. Van remény. Nem, nem.
Azt mondtam, hogy előbb meg kell néznünk a papagájokat. Nagyon ritka madarak. Németországban már egy darab sincs belőle. Volt egyszer egy példány a lüneburgi madárházban. De eltűnt, és senki sem tudja, hogy hogyan. Én minden esetre azt mondtam, hogy látatlanban semmit. És? Megléptek? Nem, ellenkezőleg. Nagyon biztosak a dolgukban. Náluk vannak a madarak. Szombaton megnézhetjük őket. Hol? Azt mondták, majd még telefonálnak. Szombaton. Akkor kapná meg Martin doktor is a papagáját. Hát akkor el lehet kapni őket. Nézzétek, mire tajtott a Charlie. Na, mit csináljunk Sandra szülinapján? Jönnek a nagyszülők. Meghívjuk az egész osztályt, és óriási bulit csapunk. Én is tudom, mit csinálok. A bandával eljátszunk neki egy szülinapi dalt. És Rodolfo óriási mennyiségű spagettit főz. Az én ötletem volt, hogy Sandrának egy halom spagettit főzök. Neked is, Charlie. És desszertnek gombócot vanília fagylaltal. Úgy, Sandra, és most indulás haza. És köszönöm, hogy én is mehetek. Örülünk, ha jössz, Franciska. Már alig várom. Hartwig? Igen? Miért nem mehetek már ma? Nézd, Franciska, azt hiszem, ezt már részletesen megbeszéltük, nem? De holnap jöhetsz, egész biztosan. Becsület szavamra. Igen? Megígérem. Amaki. Köszönöm. Szia, vigyázz magadra. Szia, Sandra, holnap találkozunk. Köszönöm. Szia. Viszlát. Viszlát. Jól van. Gyerünk. Mi a mai terv? Hátúzás. Gyerünk, Otello. Most majd csodálkozni fogsz, Charlie. Isten hozott itthon, kicsim. Sandra! Sandra! De jó, hogy itt vagy megint. Isten hozott itthon, Sandra. Benvinult a káza, Sandra. Nézd csak, ki jön itt. Otello! Otello, kiskutyám! Gyere, Charlie! Papa! Kislányom! Charlie! Nos, akkor így mindenki hallja. Az állatbarát. Igen, jó napot. Ma kellett jelentkeznem. A papagájról van szó, a... Még mindig érdekli? Nincs meg a madár. Dehogy nincs. De megvan a pénz is? Igen. KP? Igen, KP. Cash. Akkor holnap 5-kor jöjjön a potsdami régi gázüzemhez. Tehát 5 óra régi gázüzem. Rendben van így? Igen, rendben. Ez megvolt. Köszönöm, uraim. Holnap bezárul a csapda. Na most figyelj, mire tanítottam Charlie-t. Csak neked. Gyere, Charlie. A szülinapod alkalmából. Kösz, Oli. Gyere, Charlie, ez az. Jó és volt, vissza. Charlie. Remek. Ez az. Nagyon jó, Charlie. Jó volt, Charlie. Prego. Mitello Tonato Lombardi. Rodolfo, ez fantasztikusan néz ki. Hogyan kell csinálni? Ez a nagymama receptje. Signora, nagyon egyszerű. Kell hozzá. Carne di vitello, crema al tono, cappa di freschi. Fejezzétek be, együnk mielőtt kihűl. De Oliver, a Vitello Tonatot hidegen eszik. Tehát, buon appetito. És? Íz lett Rodolfo főztje? Igen, sokkal jobb volt, mint a kórházban. Ez nem hangzik túl meggyőzően.
Elnézést, erre nem gondoltam. Mindjárt leveszem. Hadd csak. És milyen volt az első nap itthon? Nem volt túl fárasztó? Nem, mama. Annyira hiányoztatok. És Charlie is. Tudod, ki jön holnap? Nagyi és nagyapa. Igen, tudom. És Franciska. Igen. Aludj jól, bogaram. És álmodj szépeket. Tudod, miről szokott Franciska álmodni? Nem. Arról álmodik, hogy megint járni tud. Igen. És ha valami van, csak szóljál. Nyitva hagyjuk az ajtót. Jó szakát. Jó szakát. Még kettőt alszol, és itt a szülinap. Le kellett volna vennem azt az átkozott posztert. Én sem gondoltam rá. Sandra mit mondott? Hogy hagyjam ott. Miért nem jutott előbb az eszembe? Talán jobb, ha nem felejti el, hogyan is történt a baleset. Remélem, igazad van. Szervusz! Szia, mama! Halló! Nagymama! Nagypapa! Szervusz, Sandra, édesem! Látod, szia. A nagyi is eljött. Szia! Hogy vagy? Martin bácsi. Igen? Gondolja, hogy Charlie még emlékszik rám? Egész biztos, hogy fel fog ismerni. Tudod, a csimpánzoknak jó a memóriájuk. Nyugodtan tegezhetsz. Szólíts Philipnek. Stadler dokit is szólíthatom Hartwingnak. Pedig ő a főorvos. Philip. Igen? Mondanék valamit. Na? De nem mondhatod el Sandrának, hogy beszéltem erről. Megígérem. Betsu. Betsu. Úgy érzi, hogy a balesete, és hogy nem tud többé járni. Büntetés azért, mert elment az edzésre, bár a mamája megtiltotta. Ezt ő mondta neked? Igen. Na gyere! Franciska! Szia, Sandra! Szia, Franciska! Örülök, hello. Hogy itt vagy. Franciska! Ő itt, Otello! Elnézést, de nekem hello, mennem Otello. Kell. Hello, Otello! Ne kockáztass, jó? Ne aggódj! Nagyon izgulok. Sok sikert! Sietek! Szorítok, érted? Tedd be! Itt a majom csempészünk is. Hey! Ugye nem kell megszállni? Nem, minden jó. Indítsd a taxit! Jöjjön vele. Megvan a pénz? Igen, itt van. Megvan a papagáj? Miből gondolja, hogy itt van? Vigyázzat! Rajta! Gyere! Jöjjenek ki! Ezeket fel! Megállni! Rendőrség!
Igen, rendben. Te vagy össze átkozott. Ha ez az ára, hogy végre rács mögé juttatlak, szívesen vagyok az. Szemetek. Ez szép munka volt. Tessék a 120 ezer. Hihetetlen. Egy fiatal kék szárnyú. Moszkitos zorren am Ufer und stechen den Löwen im Schlaf. Dieser träumt grad vom Leben im Zirkus, als ihn der Stachel der kecken Mücke traf. Und drum geht wie die anderen in die Bar zum Krokodil, dorthin, wo man sich jetzt trifft, wohin gerade jeder will. Und betrunken jeden Abend randaliert der Kolibri, und dann grölt immer mit bei seiner Lieblingsmelodie. Szeretném megköszönni a sok segítséget, hogy ilyen szépen előkészíthettünk mindent. És örülök, hogy mindenki eljött. És emelem poharam a 10 éves Szandrára. Így. És most mindenki fogja a tányérját, mert most jön, amire mindenki nagyon várt. Rodolfo és az ő szuper spagettia. Signorina Sandra, congratulazione! Tessék, tessék! Ó, csak sorjában, sorjában! Jut mindenkinek a bőven úgy neked is! Nehogy megálltol! Tessék, Charlie! Jó étvágyat! Tessék! Isteni az a spagetti. Nemrégiben azt mondta nekem, nem tudja megmagyarázni, hogy Sandra miért nem küzd azért, hogy ismét megmozdítsa a lábát. Túl készségesen elfogadta a helyzetét. És azt is mondta, hogy véleménye szerint orvosilag Sandrának volna esélye, hogy megint járhasson. Franciska elmondott valamit. Sandra a bénulását büntetésnek tartja, mert annak ellenére, hogy megtiltottam, mégis elment az edzésre. Talán ez az oka. Bizony lehet. És ha így van, akkor megint reménykedhetünk. Hello, signore. Buongiorno. Hello, Oliver. Hello. Na végre, Udo. Kedves vagy előtt. Szia, Udo. Kés spagetti. Rodolfo, egy óriási adagot kérünk. Éhes igen. Vagy. Igen, egész nap egy falatot sem ettem. Ez Sandrája. Hát persze. Igen? Nagyon fog örülni neki. Igen, persze. De Filip, figyelj. Krugman utolért? Nem. Miért? Kiderítette, hogy honnan származik a csimpánz. Ezek szerint vissza kell adnunk. Várj, elő felköszöntöm Sandrát. Megfognád? Nem tudom, hogy fogja ezt Sandra elviselni. További magyar hangok. Szabó Éva, Pap János, Fehér Anna, Starenki Pál, Bozsó Péter, Makai Sándor, Zakariás Éva, Csúlya Imre, Galambos Péter, Kovács Nóra, Molnár Ilona és Fülöp Zsigmond.
Magyar szöveg Messzéna Marian. Vágó Kozma Judit. Hangmérnök Bán Péter. Gyártásvezető Katócs Katalin. Szinkronrendező Aklics László. A szinkront a Mikroszinkron készítette.